Vendégváró, a VGKE hangos hírmondójának riportsorozata. Kultúra, szórakozás, közélet, megküzdési stratégiák a műsorvezetővel, Miksődai Csabával. Vendégváró. Online adások, nem csak online témákról. A Vendégváró adásával hosszú kihagyás után köszöntjük a kedves nézőket és hallgatókat innen az új palotai fitness centrumból, a mikrofonnál Miksrédai Csaba, és itt van velem Rizmajer Beatrix, személyedző. Szervusz! Szervusztok! Mit lehet rólad tudni, mióta személyedzősködsz, és hogyan jött az életedben az, hogy mozgással, sporttal, életmóddal foglalkozz? 7 éves koromban kezdtem kézilabdázni versenyszerűen, aztán utána férjhez mentem, megszülettek a gyermekeim, 2 gyermekem született, és akkor ugye a gyerekek miatt már nem tudtam edzőtáborokba járni, viszont a sport az ugye hát az életem része volt, és akkor pártoltam át a fitness irányába, ugye a testnevelési egyetemen végeztem, és utána különböző továbbképzéseket, spinning, fitball, szobbal, nagyon sok TRX, tehát rengeteg továbbképzést végeztem el, közben ugye a személyedzői iskolát is, vagy továbbképzést is, és akkor ez a fitness instruktori csoportos edző, illetve a személyedzés vált az élet formámmá, ugye a gyermekeim is sportoltak, úgyhogy nálunk a sport a főszerep gyakorlatilag így gyerekkorom óta. Általában csoportos személyedzéseket válasz, vagy egyedieket is? Nem, hát ez úgy van, hogy ugye vannak a csoportos fitness órák, azok csoportos órák, és a személyedzés, az pedig én azt konditeremben tartom, és egyére szabottan. Ott már nagyon figyelek, nagyon szigorú vagyok a táplálkozásra, mert azért ott ez nagyon fontos. Tehát nincs a kettő egymás nélkül. Tehát eredményt csak úgy lehet elérni, hogy életmódot váltanak az emberek, és igenis az egészségtudatos táplálkozás nagyon-nagyon fontos, és így lesz látványos eredmény. Én azt gondolom, hogy a szerethetőség az saját magamról szól, az önszeretetről, az önjutalmazásról és az önbizalomról, tehát nagyon fontos. Én abban hiszek, hogy a test, a lélek és a szellem egysége adja meg az egészséget. Tehát nagyon sok esetben például az evés az egy pótcselekvés, vagy egy jutalmazás, vagy akár egy önbüntető program, mert nem szeretem eléggé magam ahhoz, hogy törődjek magammal, odafigyeljek magamra. Ezek inkább ilyen lelki dolgok, és én például, mivel emberekkel foglalkozom, én ennek a részébe is nagyon belementem, mert nagyon sok esetben van ez a visszahízza az ember, tehát más, amíg a tudatalattiban más van, addig a tudatot ezt fölül fogja írni, de általában hál' Istennek én ilyen módon is azért a vendégeim lelkét is ápolgatom, és akkor ugye együtt rájövünk a kettőre, de ezt így jól mondtam együtt a kettőre. Szóval, hogy a vendégeim lelkével is törődök, és akkor így leszoktunk menni, hogy vajon miért van ez, hogy ő nem akar. Tehát saját magával megy szembe, hiszen azért egy túlsúly, az azon kívül, hogy a társadalom iszonyú nyomást tesz most az emberekre, ugye gyönyörű nőket, gyönyörű férfiakat mutogatnak mindenhol, tehát lelkileg nem érzi jól magát attól valaki, hogy túlsúlyos, csak ugye ezt be se ismeri. Megmagyarázza például abban, hogy hát így én szeretem magam, meg elfogad a férjem, de önmagát viszont nem, és itt a baj. Tehát nem érzi jól magát a bőrében, és aki nem érzi jól magát a bőrében, az már nincs olyan energia többletben, hogy hú, kicsattanok és jól érzem magam, és én hiszek abban, hogy ez kihat a munkára, a gyereknél, és ha én nem érzem jól magam, akkor nyilván ez sugalom kifele. Tehát azért fontos, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, és tegyünk ezért, mert az energia kisugárzásunk lesz más. Tehát az az ember, aki nagyon jól érzi magát, az boldog, az sugárzik. Nyilván ez nem csak attól, hogy hány kiló, de ez több összetevős. De az első lépése például lehet, hogy igenis teszek önmagamért, és mondjuk elhatározom, hogy teszek az egészségemért, arról nem beszélve, hogy a túlsúly ez mindig egészségtelen táplálkozással jár együtt, és itt már jönnek a betegségek. Tehát nagyon-nagyon összefügg ez az egész. Ez egy nagyon nagy halmaz, aminek az első lépése mondjuk lehet az, hogy én eljövök, életmódot váltok, nem szeretem a diétát és a fogyókúrát, mert annak mindig van egy vége, és a vége az lesz, hogy jaj, de jó vége, ehetem azt, amit eddig, és akkor ugyanoda jutok vissza, tehát ez egy jó-jó effektus. Hát én azt mondom, hogy megtanítom az embereket életmódot váltani,
és egészségtudatosan táplálkozni. És onnantól kezdve ez az önjutalmazás, hogy végre megint ehetem a kedvenc sütimet, ihatom a kedvenc sörömet, innentől kezdve már egy büntetés lesz, amikor utána megér rá a mérlegre egy hét után. Nem, én azt mondom, hogy kell csalónak, mert azért a testünket tápláljuk, de az agyunkat is be kell csapni, tehát amikor az ember hétfőtől mondjuk szombatig jól eszik, akkor egy-egy sör belefér, de amikor minden este megissza azt az egy pohár sört, az már nem biztos, hogy belefér, vagy minden nap megeszem azt a fél kiló kenyeret, de mondjuk azt, hogy egy héten egyszer megengedek magamnak egy süteményt, egy sört, egy ilyen elesdel a hajam napot, annak bele kell, hogy férjen, és amikor eljönnek hozzám az emberek, és megmutatom ezt a fajta nem lemondás lehetőséget, csak észszerűséggel élek lehetőséget, akkor ez nem is olyan rossz. Csak ugye a neten mindenhol keringnek ezek a diétázés, fogyjál le, és annyira nyomás alatt vannak az emberek, én úgy érzem, hogy valahol ezért is vannak ellenállásban, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor tegyük bele a napi kajádba azt, amiről biztos, hogy nem mondasz le. Mert ha te nem eszel kenyeret minden nap, de mondjuk megeszel egy fél pizzát hétvégén, akkor nem attól az egy fél pizzától, vagy az egy pizzától hízol, hanem a hétfőtől péntekig a mindennapos pizzától. Van egy ilyen mondás is, hogy nem attól hízunk, amit karácsony alatt 3 nap alatt megeszünk, hanem amit januártól karácsonyig. És ez tényleg így van a hétköznapokban is, úgyhogy inkább az a baj, hogy nem tanítják ezt az embereknek. Egyrészt ezt sem tanítják, a tudatos életmódot sem nagyon tanítják, és nagyon sok mozgásformát nem tanítanak, többek között az sem, amit te szabadalmaztattál, térjünk rá akkor erre. Mi is ez pontosan? Hát az én mozgásformám, hogy 10 éve ezzel is foglalkozom, az egyik szerelem, ez a Fanatic Jump, ez egy mini 140 centis trampolinokra, gumiköteles trampolinokra kifejlesztett edzésmódszer, ami azért jó, mert először is elosztottam a tévhitet, ez nem csak az ugrálásról szól, iszonyú sok válfaja van, ezen ugyanúgy lehet erősítőórát tartani, ugyanúgy lehet zsírégetésképpen és kardioedzésként ugrálni, és versenysportban is akár felkészíteni, illetve súlyzós edzést is végezni rajta. Ennek a lényege az instabil felület. Hogyha ráállunk egy instabil felületre, akkor a test bekapcsolja az összes stabilizáló izmot, és onnantól azt csak rajta, amit akarunk. Aki akar, ugrál, aki akar, jogázik, aki akar, tehát bármilyen mozgásformát föl lehet vinni, és ad egy pluszt ez az instabil felület. Úgyhogy nagyon sokféle edzésmódszer van rá kifejlesztve. Az egyik ilyen, akkor beszéljünk ugye arról, ami minket a legjobban érint, és ami most úgymond szeretném egy kicsit ezt népszerűsíteni, amit fogyatékkal élők, vakok és látássérültek, gyengélátok számára fejlesztettem ki. Hogyha ezen a trambolinon van egy karfa, és meg tudnak kapaszkodni rajta azok, akik mondjuk látás problémával, vagy bármilyen olyan fogyatékossággal élnek, ami lehetővé teszi számukra mégis, hogy mozogjanak, akkor ők ugyanúgy be tudnak ebbe az órába kapcsolni, és ugyanúgy élvezhetik ennek a mozgásnak az örömét. Mik a feltételek ahhoz, hogy valaki csatlakozzon egy ilyen edzéshez? Van-e mondjuk súlykorlát, van-e olyan egészségkárosodás, ami mellett nem azonnal ajánlott ez a fajta mozgásforma? A trambolinok 130 kilóig terhelhetőek, de hogyha valaki azon felül van, vannak speciális trambolinok, jelenleg ez most nálunk nincs, de létezik. Tehát létezik 200 kilóig terhelhető trambolin, ezeket ilyen nagyon komoly központokban használjuk, ahol komolyabb diétával dolgoztatjuk vagy fogyasztjuk a túlsúlyosokat. De ezek, amik nálunk itt a fitnessteremben vannak, ezek 130 kilóig terhetek. Én úgy tudom, hogy bárki, aki a saját fogyatékosságát ismeri, az tudja, hogy mit csinálhat és mit nem. Én úgy tudom, hogy a retina sérültek nem ugrálhatnak, de ők ezt tudják magukról. Tehát mindenki tudja azt, hogy orvosilag mi megengedett, vagy mi nem. Amúgy nincs semmilyen kritérium, hiszen azért én itt vagyok és vezetem a mozgást, tehát annyi, hogy mondjuk fölmegy a pulzus és először kicsit nehezebben megy, akkor leül és kontrolláljuk az ő pulzusát, vérnyomását, tehát ezért van az edző, tehát ez egy vezetett óra. Azon múlik, hogy a saját fogyatékosságok megengedi-e például egy fogyatékkal élőnek, hogy végezhesse ezt a mozgást, de általában minden ember tudja magáról. Mik az áldásos hatásai ennek a mozgásformának? Hát nem tudom, hogy
hogy a varázs az a zsírégetés, ami azért ez téves, mindig oda teszem, hogy ez a táplálkozás, tehát az mindig attól fogyunk, amit nem eszünk meg, és attól hízunk, amit megeszünk, vagy ha nem jó leszünk. Úgyhogy hát nyilván falja a kalóriákat is nagyon jól lehet tőle. Ezért egy nagyon intenzív óra, tehát nagyon jól lehet fogyni. Ezt azért mondom, mert az embereket főleg ez érdekli. Ezen felül ugye folyamatosan tartani kell a gerincet, egy instabil felület, tehát a központi törzs, központi izmok, az úgynevezett kórizmok, folyamatosan tartani kell ahhoz, hogy tudjuk ezt a ütemre való ugrálást tartani, az ütemet. Tehát nagyon-nagyon-nagyon jól dolgozik a hátizom. Mivel ugye mondtam, hogy az instabil felületen bekapcsolnak a tartóizmok, a stabilizálóizmok, még a talpunkon is van ilyen kapaszkodóizom, úgyhogy benne nagyon sok vendégem panaszkodik arra, hogy ég a talp az első órákon, mert ugye nem használunk olyan izmokat, amit például itt a trambolinon automatikusan bekapcsol a stabilizálás miatt a test. És ezen felül ugye az összes izmot megdolgoztatjuk, mert az óra első fel az ugrálásról szól, ami ugye iszonyatosan jó szív-érrendszeri edzés, erő- vagy állóképességfejlesztő óra, edzi a szívet, az érrendszert, és az óra második felében pedig erősítő gyakorlatokat végzünk, inkább statikusan, ami ugye pedig célzottan az adott testrészre és izomzatra irányul, úgyhogy innentől egy teljes testedzést végzünk rajta. Milyen ruházatban kell megjelenni egy ilyen edzésen? Bármi, ami kényelmes. Én azt szoktam mondani, hogy legyen rajtunk cipő, mert nagyon sokan kérdezik, hogy lehet-e cipő nélkül. Én nem szeretem, mert akkor esetleg zokniba csúszik. Úgyhogy én azt szeretem, hogyha egy sportcipő van. Igazából ami kényelmes, és törölközőt szoktunk magunk alá teríteni, amikor ráfekszünk, és mondjuk hasizom gyakorlatot végzünk. Tehát én azt szoktam, hogy sportruházat, sportcipő, ami kényelmes, törölköző és folyadék. Hány perces egy ilyen edzés? Egy órás, de ugye benne van a bemelegítés az elején és a nyújtás a végén. Általában 30-35 perc az ilyen lépéses és ugrálás alapú, ugye ott a szív- és érrendszernek az edzését helyezzük előtérbe. A második részen, mint említettem, ott meg inkább ilyen hasizom, különböző gyakorlatokat végzünk, és egy ilyen 10 perc a bemelegítés és 5-10 perc a nyújtás, 10 perc. Említetted a beszélgetésünk egy korai szakaszában, hogy kifejezetten látássérültek számára fejlesztetted ki ezt az edzésformát. Miért? Hát ez úgy történt, hogy ugye én az egyik fitness terembe tartottam az órát, és egyszer csak bejött egy vak lány az órámra, a spinning biciklis órámra, és akkor azon az órán jutott eszembe, hogy ugye mivel az enyém ez a mozgásforma is, ugye kifejlesztettük rá ezeket a különböző gyakorlatokat, edzésmódszereket, és ott igazából ő adta az ihletet arra, hogyha ilyen bevállalósak és ilyen bátrak, akkor akár erre az órára is be tudnak jönni, hogyha például ugye felrakjuk a karfát, mert azt nem mondtuk el, de akkor most itt megemlíteném, hogy igazából ez egy olyan trambolin, amire van egy ilyen kis pánt rögzítve, és abba bele lehet helyezni egy karfát, és így ugye meg tud kapaszkodni az is, aki mondjuk látás problémával, gyengéllátó esetleg, vagy akár van, és már is ugye stabilan áll az instabil felületen, úgyhogy aki például látó, ők karfa nélkül használják a trambolint, aki pedig látássérült, vagy bármilyen fogyatékkal él, ő tud kapaszkodni, és akkor így ők is tudják végezni. És igazából ez a lány adta az ihletet, hogy akkor ugye az én szabadalmam, az én mozgásformám, akkor csináljak egy ilyet is. És akkor jött az ötlet, és igazából egy párszor a vakok intézetében segítettek ennek a mozgásformának a kifejlesztésében, egy vaksportoló lánya, gyógytornásszal alakítottuk ki azokat a gyakorlatokat, amiket ők is tudtak végezni, és azóta is jár az órámra például ez a lány, akire nagyon büszke vagyok, mert ő bejár a látók közé, és ez lenne a célom, hogy ne legyen megkülönböztetve a mozgás, mindenkié legyen, és ne legyen az, hogy ilyen integrálódások legyenek, mert a sport az mindenki, én úgy gondolom. Egy héten hányszor érdemes ezen az edzésen részt venni? Hát én azt gondolom, hogy a sportból sosem elég. Hát én azt szoktam mondani, hogy kezdetnek a kettőben, valaki jön, és akkor kérdezi benne a személyi edzésben, és hogy hát akkor egyszer tud jönni. Egy edzésnek nincs értelme. A kettő is kevés, de nyilván a semminél több.
De az egy edzés az ilyen állandó új impulzust kap a test, tehát nem tudunk építkezni és haladni. Úgyhogy én azt mondom, hogy minimum heti kétszer el kellene járni bármilyen edzésre. A 3-4 az már nagyon jó, de aki 5-5 jár, az meg a legjobb. Tehát ez innentől utána határa csillagos ég. Nyilván a túledzettség sem jó, tehát kellene pihenőnapok, de én azt gondolom, hogy ha valaki minden másnap eljár edzeni, az a legjobb. És akkor térjünk rá a piszkos anyagiakra. Ez nagyjából mit jelent a pénztárca számára? Hát jelenleg az Új Palota Fitnessben van ez az óra. Most nagyon megfogtál, mert nem tudom pontosan a bérletárakat, de ez úgy néz ki, hogy a személyedzés, hogy ez nyilván teljesen más díjazás. Bejöttök ide, vannak alkalmas csoportos bérletek, és akkor azt, ha megveszitek, az 5-6 hétig érvényes, és akkor az körülbelül 1000-1500 forintra jön ki egy óra szerintem. Tehát úgy gondolom, hogy kevesebből, mint mondjuk egy doboz cigi, egyébként ki lehet hozni egy olyat, ami még hasznos ütésnek. Hát ezt ne is mondani, hogy csak hogy az emberek ugye pont arra nem áldoznak, ami meg hogy erre már nincs pénz. Nagyon sokat tapasztalom, ugye ebből élek én is, tehát ugye én edző vagyok. Egyszerűen a fejekben kell rendet tenni, mert azt gondolják, hogy ez egy luxus, és én azt gondolom, hogy az egészség az nem lehet luxus. Tehát az, hogy valaki eljön edzeni, ez nem lehet luxus kérdése, mert az a betegségnek. Tehát én azt mondom, hogy ha nincs időd az egészségre, akkor lesz időd a betegségre. Ez egy nagyon jó mondás, és ez tényleg így van. Tehát az, hogy a magyar emberek úgy működnek, hogy amikor baj van, akkor már rohannak az orvoshoz. De én azt gondolom, hogy ezt megelőzni kell egészséges táplálkozással, vitaminok, nyomelemek, ásványi anyagok és a módszeres testmozgás és a friss levegő. Tehát az, hogy mondjuk valaki eljön kétszer egy héten edzeni és elmegy kirándulni hétvégén, ez életmóddá kéne, hogy váljon. És akkor itt kitérek arra, hogy felelős szülőként mit mutatunk a gyermekünknek, de hát ebben nem menjünk bele, mert megköveznek itt az emberek, holott sajnos ez az igazság, tehát felelősek vagyunk a gyermekeinkért, a társadalom, és ezek ilyen nagy szavak, de amúgy nem, mert az egészségmegőrzés lenne fontos szerintem. Az ősz az tavaly majdhogy nem egyértelmű volt, hogy hova fog vezetni. Én úgy gondolom, hogy most egy nagyon nagy kérdőjel. Nektek mik a terveitek arra az esetre, hogyha úgy néz neki a dolog, hogy korlátozásokat kell bevezetni, hogyan lehet fönntartani egy ilyen egészséges életmódot, ha és amennyiben úgy alakul a helyzet, mint mondjuk tavasszal? Hát mi csináltunk olyat, hogy vérbe adtuk a trambolyokat otthonra, és online edzéseket tartottunk, és gyönyörűen működött. Nyilván nincs meg az a kontakt, de van, aki jobban is szerette, mert viszont volt előnye, mert hazavitték a trambolint, és a gyerekek is bekapcsolódtak, és gyerekórát is például tartottunk, aminek nagyon örültek a szülők, mert otthon már lekaparták a falat, ugye, mert nem volt iskola, óvoda, és akkor így az ő edzésük is meg volt oldva. Tehát én azt gondolom, hogy mindennek mindig van előnye, hátránya. Az volt az előnye, hogy az emberek a saját otthonukból. Tehát azért az idő, míg eljövök edzeni, átöltözök, visszaöltözök, így meg csak fölállt a trambulira, úgyhogy ennek az idő volt az előnye. Viszont nyilván ez a kontakt, az élmény, ez a csoportos energia, az nem. Tehát tervezzük azt, hogy ha megint ilyen lesz, akkor bérbe adjuk a trambulinokat otthonra, és akkor akár az egész család bekapcsolódhat az órákba. Úgyhogy mindenképp meg szeretnénk oldani, mert azt gondolom, hogy pont egy pandémia, pont egy betegség, vagy egy vírus, vagy egy járvány alatt nagyon fontos a mozgás. Tehát például a tüdő, a vitálkapacitásnak az oxigén felvételt, ezt pont az edzés az, ami segíti. És én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos lenne pont egy ilyen időszakban az edzés. Tehát aki nem tette eddig, annak most muszáj lenne elkezdeni. Mit gondolsz arról a felvetésről, hogy majdhogy nem lényegtelen, úgymond az átoltottság, hogyha tulajdonképpen a magyar társadalom java része egyébként egészségi problémákkal küzdik, majdhogy nem mindegy, hogy van-e vagy nincs, hogyha nem foglalkozunk a testünkkel. Felháborítós, vérlázító, hogy amikor betegek vagyunk, rohanunk az orvoshoz, de egyszerűen semmit nem teszünk. Tehát annyira meg vagyunk ijedve, vagy rohanunk oltakozni, de ugyanúgy szívjuk a cigarettát, az oltás előtt, után, alatt, a betegségek közepette sem vagyunk hajlandók lemondani sem a dohányzásról, sem az alkoholról, akár a drogról, és semmit nem teszünk. Ugyanúgy ülünk a tévé előtt, nézzük, nem megyünk többet a szabadba, tehát hogy az embernek az lenne a feladat, hogy álljon meg egy picit legalább ilyenkor, és gondolkozzon el, hogy jó irányba megy el az a világ, vagy a társadalom, vagy akár egyén szinten a gondolkodásmód.
És nem biztos, hogy rögtön a gyógyszer és az oltás a megoldás, vagy párhuzamosan az egészség megőrzés. Tehát én szoktam kérdezni, hogy jó, hogy elmész oltakozni, de mit teszel ellenoldal? Meg vagyunk ijedve, beszélünk róla, pánik van, és mégsem tudok lemondani arról a fehér kenyérről, a cukorról, ami mérgezi a szervezetemet. Mégis ugyanúgy elszívom még azt a cigarettát, mindig nem megyek ki a szabadba, nem mozgok, nem sportolok, de meg vagyok ijedve. Akkor hol látszik az, hogy meg vagyok ijedve? Hát, ha meg lennék ijedve, akkor ezeket azonnal megcsinálnám. Tehát nagyon nagy baj van a fejekben, én azt gondolom, és én ezért vállalom, mert kell, aki szembesíti az embereket, és sajnos a saját családomban sokszor vita, mert megyek ellene, tehát küzdök azért a szeretteimért ugyanúgy, mert ez a saját érdekük. Tehát én ezt nem azért mondom, hogy gyertek hozzám, és költsétek el nálam a pénzt, mert ahhoz nem kell szerintem pénz, hogy az ember kimenjen és fusson egy keveset. Meg úgyis elköltik máshol, tehát igazából igen, akkor tehát, legalább és ez magunkért. A másik, hogy jaj, a családi kasszából az edzésre már nem jut. De a családi kasszából jut a cukorra, tehát olyan dolgokra, amit ha az ember átértékelné egy kicsit az életét, és az a baj, hogy az embereknek mindig tragédia kell ahhoz, hogy ezt megtegyék. Mindig kell egy nagyon nagy odacsapás, hogy átértékelje, és egy picit, ha előre gondolná az életet, akkor szerintem tudatosabban, akkor elkerülhető lenne egy csomó betegség, egy csomó tragédia. Vitamint szedek, tudatosan táplálkozom, odafigyelek a mozgásra, amikor nem lehetett edzeni, kimentem futni a szabadba. Nagyon figyelek arra, hogy teleszívjam a tüdőm tudatosan friss levegővel, és egyszerűen nem kaptam el a vírust. Körülöttem nagyon sokan, közvetlen környezetemben megbetegedtek, tehát érintkeztem olyan emberekkel, akik covidosak voltak. Én nem gondolom, hogy csoda vagyok, van egy nagyon erős egészségtudatom, ez nem azt jelenti, hogy nem fogom elkapni, én abban bízom, hogy ha el is kapom, akkor meggyógyulok, mert olyan erős a szervezetem, és teszek érte, hogy le tudjon küzdeni egy betegséget. Én nem csoda vagyok, tehát nem vagyok semmivel több, mint más, csak talán egy picit tudatosabb. És azt gondolom, hogy a szervezetnek az öngyógyító folyamatai azok képesek a betegség legyőzésére, hogyha az öngyógyító folyamatokat támogatjuk, és ez a szerencsétlen szervezet nem állandóan ellene kell menni, és csak kompenzál, mert ugye akkor elveszünk, adunk, akkor nullán vagyunk. Tehát itt az a lényeg, hogy ne vegyünk el a szervezetünktől, hanem adjunk, táplálkozunk, tápláljuk a testüket, és ez nem ugyanaz, amikor eszünk. Nyilván kell, én nem mondom, hogy én nem bűnözők, én nem eszem néha cukrot, de nem a mindennapjaim része. Ez annyit jelent, hogy mondjuk valaki 35 éves koráig mondjuk egészségtelenül él, de ennek ellenére mondjuk, hogyha betartja ezeket a javaslatokat, akkor adott esetben át tudja fordítani még a szervezetét? Én azt gondolom, hogy igen, és erre a saját példánkon keresztül nekem anyukámnak vastag bélrákja volt, és nincs áttétje 3 éve, ő se csoda, hanem azt gondolom, hogy egy picit egészségtudatosabban kezdett talán élni, illetve a betegség tudatot leküzdötte. Nyilván ez nem ilyen egyszerű, és szükség van az orvosokra, én nem mondom, hogy nem. De amikor az ember semmit nem tesz önmagáért, tehát én azt gondolom, hogy ha valahonnan csak elveszek, akkor ott hiányállapot jön létre. A test az alapvetően egészségre született, és én azt gondolom, hogy az ember az úgy van megteremtve, hogy egészséges. És mi a táplálkozásunkkal, a tudatlanságunkkal tesszük betegé. Nyilván lelki okai is vannak, én nem mondom, hogy nem, mindenkinek van problémája, és akkor ilyenkor jön az, hogy persze, mert én, da. Én a saját fiamat temettem el 24 évesen motorbalesetben, úgyhogy innentől nekem bárki mondhat bármit, és itt állok, és nyilván egy olyan lelki traumán mentem keresztül édesanyaként, amit senkinek nem kívánok, tehát én is, ezt azért mondom, hogy könnyű neked, nem. Nem könnyű nekem, ugyanúgy megvan a saját tragédiám. Én azt gondolom, hogy amit egy anya megkaphat az élettől, azt én megkaptam. Van egy másik gyermekem, neki is jó példát kell mutassak, és pont én mutathatom meg a társadalomnak, hogy bárhonnan föl lehet állni, és ez legyen egy bármilyen komoly betegség, vagy lelki trauma. Itt az a lényeg, hogy az ember mennyire tudatos, és hisz önmagában. Mit üzennél a nézőknek, hallgatóknak? Hát én azt, hogy higgyenek magukban, szeressék önmagukat, és egy kicsit az önbizalmukat és az önbecsülésüket és az önszeretetüket kell megtanulni az egész társadalomnak. Én azt gondolom, nekem is azt kellett, és ha jobban becsülöm magam és tudom azt, hogy ki vagyok és merre tartok, akkor az egész életük más irányba fog menni. Én azt gondolom, hogy nekem ez a feladatom, hogy ezt megmutassam és segítsek az embereknek, úgyhogy én nagyon szívesen segítek bármilyen elakadásban bárkinek, úgyhogy ha szükség van, akkor tényleg keressetek
bátran, mert én hiszem azt, hogy a test és a lélek az összefügg, tehát ami kint, az bent, ami bent, az kint. Tehát nem biztos, hogy a táplálkozásban kell keresni az elakadást, lehet, hogy egy lelki blokk éppen az, ami miatt az ember mondjuk plusz kilókat tesz magára. Tehát, hogy azért általában ez összefügg, viszont ha elindulok valamelyik úton, biztos, hogy változik a másik is. Kérdések után akkor jöjjön a reklám, hol lehet téged megtalálni? Hát a Facebookon, Rizmaier Beatrix néven vagyok, és Messengerben nyugodtan írjatok, illetve fönt van a telefonszámom. Jelenleg az Újpalota Fitness Centrumban dolgozom, de több teremben is szoktam edzéseket tartani, most jelenleg itt vagyok. Nagyon sok tervem van, még a jövőre nézve, úgyhogy nem biztos, hogy csak itt leszek. Ezért mondom, hogy nyugodtan a Messengeren bátran kérdésekkel írjatok rám, és nagyon szívesen segítek bármilyen elakadásban, amíg tudok nyilván, én sem vagyok csodatevő, és nálam is vannak sokkal-sokkal feljebb. Úgyhogy amíg az én tudásom és tapasztalatom tart, abban nagyon szívesen segítek, és ezt átadom másoknak. Én pedig abban bízom, hogy ezeket a terveket nyomon tudjuk veled együtt követni. Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a tartalmas, izgalmas és egészségtudatos beszélgetést. Önöknek, kedves hallgatók, kedves nézők pedig a figyelmet, búcsúzik már a vendégváróval Miksrédai Csaba. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, ajánlom figyelmükbe az elérhetőségeinket, a VGK YouTube csatornáját, ahol a korábbi műsorokat is megtekinthetik, illetve a műsor e-mail címét hangoshirmondo@vgk.com. Érdemes a hobbi rádió tartalmai között is böngészgetni, valamint a közösségi civil szervezők Facebook oldalain is. A viszontlátásra, a viszonthallásra! Vendégváró, a VGK hangos hírmondójának riportsorozata. Kultúra, szórakozás, közélet, megküzdési stratégiák a műsorvezetővel Miksrédai Csabával. Vendégváró. Online adások, nem csak online témákról.